Gyűrűbarát közösségi terében rendezték meg a Top Plus információs napot pénteken. A megye településeinek vezetői, képviselői érkeztek a rendezvényre, hiszen fontos információkhoz juthattak a hamarosan induló pályázati lehetőségekről. A területfejlesztési operatív program rendkívüli lehetőségeket kínál a megyei falvak, községek, városok számára, hogy különböző fejlesztéseket valósítsanak meg, ebben pedig a megyei önkormányzat segíti majd őket. Nagy öröm számomra, hogy a megyei önkormányzatok a top projektek lebonyolítása során nyújtott teljesítményükkel kiérdemelték azt, hogy Magyarország kormánya ismét a megyei önkormányzatok partnerségével valósítja meg ezt a programot, és ez nagyon fontos, hogy nem budapesti íróasztalok mellett, hanem itt helyben dönthetjük el azt, hogy kinek mire van a legnagyobb szükség, és mely pályázatok kapjanak pénzt. Az összes forrás is növekedett az elmúlt időszakhoz képest. A megyei 55 milliárd forintos keretösszeg most már 64,3 milliárd forintot tesz ki, és meggyőződésem, hogy mivel a tervezésben is a megyei önkormányzatok most nagyobb szerepet kaptak, ezért a települések több begyűjtött igények alapján sokkal inkább a valós igényekhez tudunk majd pályázati lehetőségeket kínálni. Németh Zoltán hozzátette, a Modern Városok Program, a Magyar Falu Program, a kormányzati támogatások és a Top Plus pályázatok olyan lehetőségeket kínálnak a településeknek, melyekre még soha nem volt példa. A közgyűlés elnöke az előzetes igények felmérése alapján elmondta, melyek a legnépszerűbb területei a fejlesztéseknek. Nagyon nagy igény van arra, hogy infrastruktúrális beruházásokat hajtsanak végre a települések. Ugye az előző időszakban rengeteg bölcsödét építettünk, most pedig az óvodákon lesz majd a sor, erre jeleztek igen nagy igényt, az iskola felújítások, energetikai felújítások is nagyon népszerűnek várhatók, és a csapadékvíz elvezető rendszerek korszerűsítése is egy nagyon fontos feladat, hiszen a megváltozó időjárási körülmények, a csapadék intenzitásának a megváltozása okoz olyan problémákat minden településen, ahol egyébként korábban akár még nem is voltak ilyen jellegű megoldandó feladatok, most pedig tényleg nagyon fontos, hogy ezeket a vizeket el tudjuk vezetni, de emellett lehet orvosi rendelőre, egészségügyi fejlesztésekre is pályázni, az utak építése is biztos, hogy rendkívül népszerű lesz. A rendezvényen részt vett Olá Gábor helyettes államtitkár is, aki többek között arról beszélt, hogy a pályázatok támogatási szerződésé formálását az utóbbi évek tapasztalatai alapján egy új rendszerrel felgyorsítják. Igazából 3 hónap alatt itt a beadott pályázatból támogatási szerződésre tartunk, ami ugye azt jelenti a topos programok, illetve a top pluszos programok esetében, hogy 100%-os előfinanszírozással a teljes összeg az önök reményei szerint kincstári számláján rendelkezésre fog állni. December 6-ától megnyílhatnak a pályázatok, ettől az időponttól lesznek beadhatók első körben, egészen január közepéig. Aztán jövő tavasszal újabb lehetőségek lesznek, és ezt követően folyamatosan jelennek majd meg a felhívások.